Sziasztok, Ficuska vagyok. Fogadjátok tőlem szeretettel a 336. leckét. Megmutatom nektek, hogy milyen képet fogunk elkészíteni. Ezt fogjuk elkészíteni, de fényeffekttel, úgyhogy villogni fog. Az igaz, hogy a Facebookra feltöltöttem egy képet pirosban, majd azt is felteszem a csoportba, és ugyanezt úgy kell majd elkészíteni. Tehát kezdjünk is hozzá. Hát először is veszünk egy lapot, 900x600-asat leokézzük, ablak eredeti méret. Ugye ez nagyon fontos mindig. Utána behozunk egy tájképet, mégpedig lent ezt a kis, nem ezt a tájképecskénket, hanem ezt a tájképecskénket behozzuk. És akkor most rámásoljuk a szerkesztés másolás, szerkesztés beillesztés. Ugye rámásoljuk ide. Na most igazándiból innen először is beöntjük az alsót, mégpedig veszünk a pipettával innen egy szint, azt hiszem, hogy jó is lesz ez a színecske, és akkor beöntjük az alsót, tehát alsó rétegen állunk, beöntöttük az alsót. És addig ezt becsukjuk. Megyünk a szűrőkre, szűrők, textúra más, és ezt a kis kedves virágocskámat rakom ide be. Ezt itt lehet mozgatni például így, bárhogy, tehát, hogy itt fent több virág legyen, akkor így rakjuk. Hát mindegy, ahogy gondoljátok. Nagyon fontos betartani azt, hogy itt a csúszkák hol legyenek. Tehát, hogy az átlátszatlanság mennyi, az arány mennyi, és a domborítás mennyi. Tehát nagyon fontosak a csúszkák, de van, aki nem figyel rá. És ezért mondom. Most szűrők, domborítás, mérsékel domborítás kétszer. Oké, utána megnyitjuk ezt, és akkor most mondjuk neki, hogy szűrők, fotomaszk, és benne van a maszkocskánk, látszik, tehát itt van. És ezt a maszkot fogjuk használni. Itt is nagyon fontos a maszknál, hogy az átlátszatlanság, az átlátszóság például, itt, hogyha lehúzzuk, akkor, tehát itt fontos, hogy ez legyen az alsó bepipázva, meg a maszk nyújtása. És az is fontos, hogy hogy nézzen ki. Na most a másik könyvecskére kattintunk, akkor így néz ki, tehát ez nem jó. Ez is szép lenne egynek így képnek, de most nem ezt szeretném csinálni, hanem ha a tájkép látszódjon, tehát úgy helyezzétek el. És itt van, tehát készen is vagyunk végeredményben. Na most, ezt becsukom egy kicsikét. Becsukom. Azért csukom be, mert itt ezt ki szeretném vágni, és ahogy becsuktam, úgy sokkal jobb. Fogom a poligonocskámat, és megyek ennek a mentén, tehát itt kezdem el. Hát nem is tudom. Hogy hol, mindegy, hogy hol kezdem. Tehát itt fogom, és akkor megyek fent, szélébe. Itt is, itt nagyon figyeljünk, hogy a szélén menjünk, tehát itt a szélén, hogy azért legyen keret is, tehát fontos, hogy a legszélén menjünk. Legyen keret is, de nem baj, hogyha, tehát ezt nagyon nehéz kivágni, majd meglátjátok, nem tudom, hogy most hogyan fog nekem majd sikerülni, de remélem, hogy jó lesz. Tehát itt visszamegyek egy kicsikét, mert ugye elszúrtam. Jó, és akkor most mondom neki, hogy jobb gomb, tehát felső rétegen állunk, jobb gomb kivág. Ne felejtsük el a felső réteget, itt egy pici marad, de lennie kell. Kinyitjuk és meglátjuk, hogy jó lett-e. Igen, hát nyilván, hogy ez most itt... Jó lett. Na, szóval, várjunk itt picikét. Tehát,
jónak kell, hogy legyen. De majd most adunk neki egy kis progresszív kontúrt, szűrők leképezés, progresszív kontúrt, és meglátjuk, hogy hogy fog kinézni. Hát külső résznek is adhatunk, például itt van a külső rész, tegyük a külsőbe be a pipát, és egy 15-ös szélességet adjunk neki, és hogyha a belső résznek adunk, akkor rámegy a keretrend, tehát megnézzük, hogy hogyan jobb. Tehát adjunk a külsőnek, oké, és nyissuk meg ezt a szemet, tehát talán így jobb lesz, igen, jó, jó. Na most ezt itt becsuknám, mert már erre nem lesz szükségünk, tehát így dolgozunk tovább. Most ennek adunk egy kis domborítás, szűrők domborítás, erősebb domborítás is elmehet neki. Hogyha a belső résznek is szeretnénk adni domborítást, akkor ki kell jelölni. Tehát a réteg kiválasztás, de már így, hogy külsőleg adunk neki árnyékot, így már nem lesz jó. Tehát előre meg kell gondolni, vagy belül, vagy kívül adunk neki árnyékot. Én most kívül adtam. Tehát egyesítjük a rétegeket, amikor ezzel készen vagyunk, tehát és kívülről is adunk neki szűrők, leképezés, progresszív kontúr, vagyis a külső szélénél ez lesz a keret. Nem készítünk neki újabb keretet, és ugyanezzel a színnel. Ugyanezzel a színnel, amit hogyha itt lenyitsz, akkor ezt megtalálod, mert ez a szín az. Elmosás, 15-ös szélesség. És akkor így. A következő dolgot tesszük, behozzuk a párt. Itt már nagyon nincs más tennivalónk, tehát én azt gondoltam, hogy szerkesztés-másolás, szerkesztés-beillesztés, hogy ezt a kis párocskát tesszük ide. Ugye egy esküvői pár, vagyis mennyasszony vőlegény, úgy nézem, mert mennyasszonyi csokkor is van itt, és itt a kislányuk. Hát ez manapság már nagyon divat, és általában már gyerek is van, amikor már megesküsznek a párok. Úgyhogy most ezért készítettem ezt. Tehát adunk nekik árnyékot, rétegbeállítások, árnyék. Egy 30-as szélességet adunk nekik, és akkor így jó kis árnyék lesz. Maradhat a 7-es, és itt pedig a 60. Jó. Igen, és akkor a következő dolgot tesszük. Most következik a fényefektünk, mégpedig len. Melyik fényefektet is használjuk? Ezt a fényefektet használjuk. Ezt a fényefektet már használtuk egyszer, nagyon sikeres volt. Megnézzük a képet, képméret 900x600-as, nagyon fontos. Most készítünk négyet ebből. Addig nem egyesítjük a párt, tehát leteszem a poligont, nem egyesítjük a párt. Próbáljátok úgy csinálni, ahogy én készítem, mert akkor könnyebbségetek lesz. Réteg megkettőz, réteg megkettőz, réteg megkettőz. Tehát megvan a négy réteg, egy picit húzzuk lejjebb, és akkor így, amikor lefele húzod, akkor több réteg elfér, nagyon fontos. Addig ezt becsukjuk. Na most behozzuk ezt, szerkesztés, másolás, és az elsőre beillesztjük ide föntre, úgy gondoltam. Szerkesztés, beillesztés, és 20 az átlátszatlanság, tehát fogod, leveszed 20-ra, nagyon fontos. Utána, amikor ez megvan, akkor, tehát hova is lett, ja? Igen, még van egy réteg, csak hát ugye nem látszik. Na most,
fogod, réteg megkettőz, tehát megkettőzöd a réteget, és lefele fordítod. Tehát függőleges tükrözéssel, és még egyszer megkettőzöd, réteg megkettőz, most ezt egy vízszintes tükrözéssel, és még egyszer megkettőz ugyanezt az alsót, ezt is egy vízszintes tükrözéssel megfordítjuk. Na most megcseréljük, tehát a kettő alsó van vízszintes tükrözéssel, a kettő felső függőlegessel, és akkor megcseréljük így. Tehát úgy, hogy ez függőleges tükrözés, ez vízszintes, ez függőleges, ez vízszintes, és akkor most egyesítem sorba. Egyesítés az előzővel. Lehúzom, egyesítés az előzővel. Lehúzom, egyesítés az előzővel. Lehúzom, egyesítés az előzővel. Bocsánat, igen. Na most itt van egy kis bajunk, ugye, mert nem írtuk rá a nevünket, de rá lehet írni a nevet később is, mert azt szeretném, hogy a nevet, tehát a név az látszódjon rendesen. Hát nincsen semmi probléma belőle. Próbáljuk ráírni a nevet, Vicuska tutoriált, és hát ezzel a sötéttel nem lesz semmi baja. Igen, és akkor ezzel a sötéttel ugye ide kattintunk, és oké. Na most felhúzom ide, és akkor konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítását ide akarom helyezni. Csak itt amint megfogjuk, hogy ne változzon meg. Tehát itt van a Vicuska tutoriál, és még egyet, a Vicuskát is ide, az pedig a világossal. Mondjuk ezt itt kitörlöm, és akkor azt pedig veszünk innen egy világosat, vagy talán még a fehér is nagyon jó nekünk. Nem is tudom, tehát ennek a szürkés változata, és itt lesz, és akkor konvertál szöveget képrétegbe. Ugye saját magatoknak, én azért nem ajánlom előre ráírni, mert hogy ne takarodzon el, tehát szóval mi is következik? A szabad átalakítás, a saját nevemet, és akkor fogom, és valahova ide teszem, majd meglátjuk, hogy hova teszem még, nem tudom. Egyesítés az előző réteggel. Na most, ezt szintén megnégyszerezem, ezt, réteg megkettőz, mindet így rá, egyesítés az előző réteggel. Ezt ide lehúzom, de előtte megkétszerezem, egyesítés az előző réteggel, ezt ugye lehúzom, de először megkétszerezem, igen, egyesítés az előző réteggel, és azt hiszem végeztünk is, egyesítés az előző réteggel. Remélem minden van, megnézzük, hogy van. Tehát így most már a fényefekt is mozog, látszik, de a Vicuska tutoriálunk is. És nem baj, igazándiból visszamegyünk, és akkor most pedig ezt négyszerezzük meg, tehát látható, nézzük. Itt vannak, jó helyen is vannak, jó helyen, szerintem. Jó lesz a Vicuska tutori, tehát réteg meg kettőz, egyesít, azért csak kettőt veszek, és akkor lehúzom, ha sikeres, ha sikerül, persze úgy húzom le. És akkor mindjárt megkettőzöm, hogy kettő legyen belőle, tehát réteg megkettőz, és akkor mindjárt lehúzom ide.
Nem akar sikerülni? Miért is? Nem tudom. Vagy ezt húzom föl, mindegy. Egyesít az előző réteggel. Látjátok, most még egyszer ezt megkettőzöm. Igen, egyesít az előző réteggel, és ezt pedig lehúzom. Egyesít az előző réteggel. Azt hiszem, hogy el is készültünk. Hát, eszközök, animált gif, 50-es, hurok, átlátszó szín, optimalizált színskála, színszóródás és az előnézet. Megnézzük, hogy sikerült a munkánk. Szerintem nagyon szép lett. Tehát a fényeffektet úgy készítsétek el, ugye ezt így még egyszer elmondom, ezt a fényeffektes dolgot, hogy az alsóra behelyezed, vagy a felsőre, mindegy, behelyezed egy fényeffektet. És akkor váltogatod. Egy függőleges, egy vízszintes. Egy függőleges, egy vízszintes. Én úgy csináltam, hogy két függőleges csináltam, két vízszintest, és akkor közbe húztam. Tehát így sikerült. És akkor utána, amikor készen vagyunk, akkor elmentjük exportálás, így lehet elmenteni, és gépbe, hát mondjuk adok neki egy nevet, G, igen, és meglátjuk, hogy milyen lett. Tehát megnézzük a leckés mappámat. Remélem sikerült. Most már nagyon sok van itt. A G-t adtam neki, ugye? Tehát a GIF-fáj akkor ez az. Tehát nézzük, hogy sikerült a leckénk. Most már kezd beindulni, nagyon szép lett, és hát köszönöm mindenkinek a figyelmet. További szép napot, és jó munkát kívánok nektek. Sziasztok!